Ezeket a pillanatokat ítélték a fotósok érdekesnek, szépnek vagy éppen gondolkodásra késztetőnek. Így állították meg az időt, és mutatnak nekünk egy olykor különös, olykor mosolygásra ingerlő, olykor megnyugvást hozó szeletét a világnak. Hogy az elmúlt évtől kezdődően már válogatjuk a képeket, egyrészt az országos szalonra, a Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportoknak a szalonjára, ami egy verseny az alkotócsoportoknak, és már ott is történik egy válogatás év elején vagy tavasszal, és ezt követően pedig még tovább válogatjuk az azóta beérkezett képeket, és több szűrőn megy keresztül az a képsor, ami végül is itt láthatóvá válik. A kiállításon találkozhatunk régről ismert nevekkel, s olyanokkal is, akik nemrég csatlakoztak a fotókörhöz. 16 fotós képeit válogatták ki erre a közös megjelenésre. Az elmúlt egy esztendőben is érkeztek hozzánk új tagok is, most már közel olyan 20 fő tagunk, taglétszámmal működünk, és ez adja magát, hogy mindenkinek lehetőleg szeretnénk bemutatkozási lehetőséget adni, a fiataloknak is, akik az idei esztendőben csatlakoztak hozzánk, de egyébként van, akinek csak egy képe van, vagy kettő, van, akinek pedig 5 vagy 6 képe is látható. Lehet fotózni úgy, hogy bizonyos divat irányzatoknak felelünk meg, és úgy is, hogy ennek pont szembe megyünk. Benke Feri bácsi, ugye, akit mindig megemlítünk ilyenkor, ő mindig arra inspirált minket, hogy újszerű dolgokat találjon ki. Tehát nem mindig azt mondta, hogy ezt már sokan megénekelték, tehát egy naplementét azt ne is rakjunk ki, ha csak egy simán van megfogalmazva, amit bárki le tud fényképezni, tehát olyan nem is nagyon látható, de például látható naplemente, csak teljesen másként elforgatva, letükrözve, és ebből egy újfajta gondolat vagy színvilág jött létre. Gábor Erika újságíró nyitotta meg a kiállítást, ahol a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két tanára, Betlenné Dojko Ágnes és Vízi Melinda muzsikált.